I ask, you answered. Ez a kérdések intézete. Elindult a 90-es években egy olyan erjedés, ami nekem lehetővé tette, és a kollégáimnak, hogy kicsit kilépjünk mindabból, amit a magyar állami egyetemi akadémia intézeti világ jelentett. Ez úgy történt, hogy közeledett a válság, még 90-es évek végén nem volt, de 2000-es évek elején már érződött, és elindult egy együttműködés nagyvállalatokkal. És így alakult az, hogy a Siemens-szel, az IBM-mel több éves szerződést tudtunk aláírni, és olyan kutatásokat csináltunk, amit máshol nem tudtunk volna, gyorsan, hatékonyan. És egy ilyen beszélgetés során, hát én találtam azt mondani, hogy bizony a kisvárosokkal is foglalkozni kellene. És akkor kaptunk tőlük egy szerződést, hogy akkor írjunk erről egy tanulmányt. Így jött létre a Kraft, ami azt mondja, kreatív városok, fenntartható vidék. Született ebből egy publikáció, ami 2012-ben jelent meg, és a koncepció arról szólt, hogy sem a multicégek, sem a magyar kormány, sem az Európai Uniónak ezek a szkematikái és pályázati lehetőségei nem jók arra, alkalmatlanok arra, hogy bármit előre tudjunk mozdítani, ami a kis és középvárosokkal kapcsolatos. A második évnek a végén jött létre a Kraft Index. Az azt mondja, hogy különböző tényezők, soft és hard, tehát kemény és puha tényezők együttállását lehet mérni, és ennek az alapján össze lehet hasonlítani különböző városokat és kis régiókat, teljesen nem konvencionális módon. Szóval a Kraft Indexről itt láthatnak néhány olyan fogalmat, amiket mi összekapcsolunk, kutatunk, és ennek a másik titka az, hogy ezeket folyamatosan monitoroljuk, erről is beszéltünk. Ha azt nézzük csak meg, ami már volt, és abból csinálunk nagy modelleket, akkor megerősítjük a negatív tendenciáit a valóságnak, ráteszünk 10 lapáttal. A Kraft azt mondja, hogy nézzük meg a potenciálokat. Hogy lehet egy potenciált mérni? Hát a Hankis elemérféle megközelítéssel, hogy az emberek, a csoportok, a közösségek, a helyi társadalom változó értékrendjét mérjük. Itt van egy érdekes térkép, ami arról szól, hogy hol van a kreativitást felmutatni képes vállalkozások, de ha megnézik a potenciált, nem kell hozzá nagyon sok. Kell hozzá, de nem kell hozzá nagyon sok, hogy ez a rész, tehát a Balatontól kicsit nyugatra, meg észak-nyugatra, ez még sűrűbbé váljon. Azért kell ide befektetni, mert ez egy olyan húzó erőt tudnak képezni országos, sőt talán még közép-európai szinten is, ami szinte beláthatatlan. És tulajdonképpen mit csináltunk most, hol tartunk? 3 kis térségünk van, ez volt a vágyunk, hogy Kőszeg, Szombathely ne csak 2 egymás melletti város legyen, hanem egy megfelelő economy of scale a rendelkezésre álljon, hogyha berakjuk Burgenlandot, ami mindig is oda tartozott, akkor már olyan 233 ezer fölött vagyunk. És ugye itt van, amikor kihirdették, ez is a hivatalos gondolkodás szerint nekem, velem közölték, hát ilyen hivatalos szinteken, hogy teljesen fölösleges álmodoznom, mert mondtam, hogy mi Westfieldnek segítünk. És nem így működik a világ. És az, hogy van ez a nagy közép-európa kép, a mi nagy kihasználatlan energiáink, és a fölállni akarásunk, és van ez a inkább alulról építkező Kraft kép, ami azt mondja, hogy de hát helyben kell az értékeket és az együttműködéseket megkeresnünk, megtalálnunk és kifejtenünk. Ez a kettő, ez közelít most egymáshoz. Hang és elemétől származó metafora, hogy egy ilyen intézet olyan, mint a kék égen megjelenő fekete hattyúk, váratlan új gondolatok jelennek meg, és annan erre föl kell készülnünk, hogy mindig ki kell ugranunk a dobozunkból, de Magyarországon viszonylag kevés a fekete hattyú, több viszont a Szigetköz Csallóközben a fekete gólya. Ugye ez volna az én szerény javaslatom, hogy gondolkozzunk a saját madarainkban, hogy ennek a ígérzetében próbálom magam
az optimisták táborában tartani. Hát mindenki, aki ebben az irányban érdeklődik, otthonra fog találni kőszegen.